A plakáttörvény kapcsán beszélgetünk Merényi Miklóssal, Merényi M. Miklóssal, aki a K-Monitor munkatársa. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok. Jó reggelt kívánok! Ugye minden idők legsikeresebb nemzeti konzultációval nézünk szemben nap, mint nap, bár én őszintén szólva emlékszem, az 50-es évek közepén Rákosi Mátyás és Révai Józsefnél volt egy hasonlóan sikeres nemzeti konzultáció, de hát ha már kisajátította a kormány ezt a rendkívüli eseményt, akkor hagyjuk meg ebben. Tudunk-e annyit, hogy a különböző pártok mennyit költenek az ilyen politikai hirdetésekre, mert hát itt látszólag egy tájékoztatás zajlik, de azért ez egy kampány. Így van, mi 2014-ben a választások környékén egy civil kampánymonitort vittünk végig, és abban az időszakban megnéztük, hogy mennyit költenek a pártok kampányolásra. Tehát abban az időszakban tudjuk. Egyébként annyira nem tudjuk, mert a jelenlegi pártfinanszírozási szabályozások azok nem igazán teszik lehetővé azt, hogy tételesen. Tehát akkor jobban bele lehetett látni, és most meg sokkal jobban eltakaródik? Azért lehetett jobban bele látni, mert négy civil szervezet tételesen összeszámolta, és piaci áron rendesen beáraszta ezeket. És ezt most nem lehet megtenni? Meg lehetne tenni, valószínűleg a kampány időszakban meg is fogjuk tenni újból. Nyilván ez egy költséggel jár, és akkor ebből ugye ez az izgalmas, hogy a kampány időszakban, amikor összeszámoltuk, ugye a kampány időszakban van egy felső határ, hogy mennyiből kampányolhatnak a pártok, mennyiből kampányolhatnak a jelöltek. Na most ugye 2014-ben az derült ki, hogy minden párt átlépte ezt a határt, és volt, aki háromszorosan is átlépte ezt a határt, ezt a kb. 1 milliárd forintos határt. Tehát ugye van egyszer az, hogy, és ugye ez a plakát törvénynél is izgalmas lesz nekünk, hogy van egyszer az, hogy mit gondolunk, hogy mennyit költenek mondjuk a pártok, és van egyszer az, hogy körülbelül az piaci áron mennyibe került. Tehát hogyha ez a kérdés, hogy mennyiből kampányolnak a pártok, akkor itt nyilván egy ilyen szürke zónába jutottunk, mert kérdéses ugye, hogy melyik összeget vegyük számításba. Valami módon definiálható, hogy mi ez az állampolgárokat tájékoztató tartalmi hirdetés, hiszen, és itt most a plakátról beszélünk, de hát ennek a úgynevezett nemzeti konzultációnak maga a kérdése is manipulációtól hemzsegtek. Tehát, hogy ez most tájékoztatás, vagy ez már egy puha, vagy nem is puha meggyőzés. De szóval ezek a fogalmak, hogy politikai hirdetés, kampány, tájékoztatás, ezeknek van valami elfogadott definíciója, ami egy ilyen referenciát, egy kiinduló pontot jelenthetne egy ilyen vitában, vagy egy ilyen elemzésben? Egy ideális esetben, ugye itt az történik, hogyha ugye választunk szét a dolgokat, tehát itt előzőben beszéltem a politikai pártoknak a kampányosáról, és akkor most ugye megbeszélünk a nemzeti konzultáció, ami egy kormányzati kommunikációs kampány. Tehát ideális esetben ez a kettő ez élesen szétválik, hogyha a kormány valamilyen intézkedésével kapcsolatban kommunikálni szeretne az állampolgárokkal, ami rá egyébként szíve joga. És ez nyilván minden országban van is erre példa, akkor ugye a kormány, vagy mondjuk egy minisztérium költ erre pénzt, szán erre pénzt, és nyilván ezzel elszámol, közbeszerzi, és az állami költéseknek megfelelően költ el. És nyilván, hogyha egy párt költ, akkor az egészen más, ott adott esetben mondjuk a kampányfinanszírozási törvénynek a szabályozási vonatkoznak rá. Igen, a pártoknak az elszámolása, ez például akár a civil szervezetekkel is összevetve, azért nem annyira átlátható. Tehát ezt minden választásokkal elmondjuk és javasoljuk, hogy egyébként nagyobb átláthatóságot kellene teremteni a pártok gazdálkodásában. De hogyha ezt így szétválasztjuk, akkor mondjuk lehet egy olyan kép a fejünkben, nem mondjuk egy konszolidált liberális demokráciában azért elvárható, hogy ezeket ez legyen megkülönböztetve, és tehát nyilván ne végezzünk állami pénzből pártkampányokat. Igen. Ez a konzultáció, ez, és hogy ezt a múlt héten megjelent anyagunkban mi is megpróbáltuk hangsúlyozni, hogy
hogy ez azért furcsa helyzet, mert tulajdonképpen mi is ezt állítjuk, és ez nyilván valamennyire nyilván egy szubjektív dolog, mert hogy a jogszabályilag, ugye ez egy kormányzati kampány, ahogy már mondtam is, de azt állítjuk, hogy vannak olyan hirdetések, és nagyon konzervatív beszélést tettünk ezzel kapcsolatban, de vannak olyan hirdetések, mint ahogy például ez a nemzeti konzultáció, mint ahogy például a kék plakátok, amik egyértelműen párt kampányok, és ennyiben átlépjük ezt a határt, amit itt az előbb megpróbáltam. Igen. Liberális demokráciában. Próbáljuk meg megengedőek lenni, és egy kicsit az indulatoktól, vagy az ilyen előítéletektől mentesen. Van esélye egyáltalán a most alakuló szabályozásnak, hogy esetleg tényleg átláthatóbbá tegye ezt a kampányfinanszírozást, a plakáttörvényre gondolok most leginkább? Fontos látni ezt, hogy miközben mondjuk a civil szereplők nagyon régóta a kampányfinanszírozásnak egy átfogó reformjáról beszélnek, és egyébként Kósa Lajos is valahogy így próbálta eladni ezt a javaslatot, de hogy ez nem egy átfogó reform, ez egyetlen egy kampányeszköznek az a plakátoknak a szabályozása, ami ráadásul nem is mint kampányszabályozás, hanem egy ilyen fura erőből való politizálásként a településképi szabályozások módosítása tulajdonképpen. Tehát hogy átsorolták ezt a tevékenységet, mintha egy ilyen környezetbarát, esztétikai védelmet képviselni. Nyilván a kétharmadnak a megkerülése volt a kormánynak a célja ebben az esetben, de hogy amit állítok, az, hogy ezt az egy kampányeszközt, ezt nem lett, tehát az átfogó politikai környezetből, vagy kiragadni. Környezetből kiemelt, mert nyilvánvalóan ez bizonyos pártok számára, és ez nyilván egy feltételezés. És általában nem a leggyengébb pártokra gondol most. De tehát a plakátok azok talán inkább az ellenzéknek vagy az ellenzék számára fontos kampányeszközök lennének. Tehát nyilván ami most megszületett törvény, ez a plakáttörvény, ez nem szabályozza átfogóan, és semmivel nem járul hozzá tulajdonképpen egy korrupciómentes, átláthatóbb pártfinanszírozás létrejövéséhez, hanem itt tulajdonképpen a Fidesz politikai érdekének megfelelően Simicska Lajos plakát tolásai, illetve a két nagy plakát cégének a blokkolása. Elteszenítése. Mondja Miklós, hogy ismernek nemzetközi gyakorlatot, hogy más országokban ezt hogyan szabályozzák? Tehát van erre valami tipp? Ahhoz a plakátok esetében ilyet most nem tudok mondani, ami kézenfekvő, és ami biztosan segíti azt, hogy szabályozottabban és átláthatóbban működjenek ezek a dolgok, az ezeknek a szerződéseknek a nyilvános. A Fidesz plakát törvényében egyébként ez a zavarbejtő, tehát azért kell igazán tényleg jó indulatúnak és árnyaltnak lenni, hogyha meg tudjuk ezt a kérdést megérteni, mert azért ebben a javaslatban, hogyha elvonatkoztatunk az előbb említett politikai feltételektől, tehát hogy elvonatkoztatunk azt, amit ugye nyilván nagyon nehéz elvonatkoztatni, hogy a Fidesz az egyébként a párt médiáján keresztül, vagy akár a közszolgálati adókon keresztül sokkal több lehetősége van arra, hogy kampányoljon. Tehát, hogyha ettől elvonatkoztatunk, és pusztán a szabályozásnak az ilyen technikai részlet, akkor ebben a szabályozásban egyébként szerepel az, hogy ezeket a szerződéseket nyilvánosságra kell hozni, tehát tulajdonképpen örülhetünk. Arra van szó, hogy és egyébként ez valószínűleg más országokban is, fejlettebb demokráciákban így van, hogy tulajdonképpen ezen a csatornán a pártoknak ezekkel a szerződésekkel el kell számolni, tehát most a jelenlegi helyzetben egyébként akkor mondok csak két számot, hogy Jobbiknak a plakátolása, ami ugye kiváltotta a Fidesznek a reakcióját, az körülbelül darabonként tizedébe került, mint azok a plakátok, amiket az LMP helyezett ki listáron, így piaci áron, ugyanúgy idén nyáron. Tehát nyilván, hogyha ezek a szerződések nyilvánosságra kerülnek, akkor kiderül az, hogy mely plakátcégek, mely
és szervezeteket kedvezményeznek. Hekiket juttatnak helyzetbe. Hát nagyon összetett a dolog. Attól, hogy ilyen összetett és nincs egyértelmű szabályozás van, szerintem is nagyon nagy jelentőség annak, hogy akkor legalább a civil társadalom azoknak különböző szerveződései próbáljanak meg ilyen őrkutya szerepben, ilyen vázsdok szerepben, ahogy mondani szokták, őrködni ezen, és minél több háttérinformációval szolgálni, illetve ezeket a lehetséges elfedéseket fölfedni. Nagyon szépen köszönöm, Erényi Miklós, a K-Monitor munkatársa volt a vendégünk, fogjuk máskor is keresni. Szépen.